több kórházban is látogatási tilalom van az influenza miatt. Nyíregyházán, a József András Oktató Kórházban és a Fehérgyarmati Kórházban is érvényben van a tilalom. A múlt héten már a megyében is elérte a járvány küszöböt az influenza-szerű megbetegedések száma. Több iskolában, óvodában sok a hiányzó gyerek. A gyerekek, a fiatal felnőttek és a krónikus betegek mindig a legveszélyeztetettebb korcsoport. Számukra ajánlott a védőoltás. A vakcina idén minden olyan vírustörzs ellen, mint a H1N1 és a H3N2 is védelmet nyújt. Mint közismerte, két vírustípus majdnem 200 áldozatot szedett a szomszédos Ukrajnában idén télen. Sok éves tapasztalat, hogy novemberben, decemberben nem kérik az oltóanyagot itthon sem. A járvány inkább február derekára alakul ki, de az oltóanyag két hét alatt kifejti hatását, és teljes védelmet nyújthat a betegség és annak súlyos szövődményei ellen. Az influenza-szerű megbetegedések, az alsó és felső légúti panaszok az enyhébb időjárásban terjednek gyorsabban. Nem kell várni több napig. A betegség megjelenése után orvoshoz kell fordulni. A 60 év felettiek már évek óta ingyen kérhetik a vakcinát, mégis az a tapasztalat, hogy a házi orvosoknál az oltóanyag majdnem 40%-a nem fogy el. Az idei szezonban is a már megszokott mennyiségű, azaz 60 ezer vakcina került a praxisokhoz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Dr. Szalcman Marianna, megyei tisztifőorvos a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ez utóbbi adat egy országos adat volt, ami szerint 40%-a az oltóanyagoknak a házi orvosi praxisoknál maradt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében talán idén jobban fogyott egy picit az oltóanyag. Körülbelül 50%-a fogyott el az oltóanyagoknak. Egyébként ez a középmezőnyben mondhatni, hogy foglal helyet. De az oltóanyagnak a felhasználását azt növelni kellene évről évre ahhoz, hogy az átoltottság kellő legyen, illetve azok az emberek, akik ténylegesen rászorulnak, ezek a krónikus betegek, a kismamák, és többek között most olyanok is kaphattak, akik a migrációban és a migránsoknak a szállításában hivatalosan részt vehettek. De természetesen vannak olyanok, akik az egészségügyben dolgoznak, vagy például az állatokkal foglalkoznak, és azok is kaphatták ugye a védoltást. Minden további nélkül adható ez az oltás ezeknek az embereknek, és nem kell tőle félni, mert reakciót gyakorlatilag keveset, maximum helyét szokott okozni. Igen, a védőoltásokkal szemben tapasztalható volt korábban is egyfajta ilyen ellenállás, vagy ha nem is ellenállás, tévhit. Az ellenreakcióktól félve nagyon sokan nem kérik, vagy nem veszik föl, még az idősebb emberek sem. Milyen súlyos szövődményekkel járhat egy súlyosabb lefolyású betegség? Na most a betegségről magáról azért tudni kell, hogy annak idején volt egy olyan úgynevezett spanyol nátha. Több embert elvitt 18-19-ben, mint az első világháborúban hány ember meghalt. Tehát a vírus nagyon változékony, azt minden alkalommal a WHO is, és gyakorlatilag a belső intézmények, mint például a közegészségügy, foglalkozik azzal, hogy felmérjék, hogy milyen éppen vírus kering az adott populációban. Most mi azt látjuk, hogy a védőoltás és az oltóanyag az teljesen hatásos ezekkel a vírusokkal szemben. Az A típusú H1N1, H3N2, a B típus kering, és azt láthattuk, akár Ukrajnából kifolyólag, hogy bizony ott, aki megkapta a védőoltást, ott halálos áldozat nem volt. Egy-két halálos áldozat sajnos nálunk Magyarországon is előfordul. Évente előfordult, akár kismamáknál is, hogy áldozatul estek az influenzának, ami azért tragédia minden család életében. Egy ember egészségénél nincsen fontosabb az életben. Na most én nagyon fontosnak tartom azért azt elmondani, hogy nem megijedni kell, felkészülni kell rá minden esetben, és a felkészülés azért egy kicsit arról is szól, hogy egyáltalán tudjuk, hogy influenza idény vagy szezon az mit jelent. Hát igen, tehát ezekben az őszi, téli, tavaszi hónapokban, amikor csepeg az idő, és minden nyálkás, hideg, ködös, akkor ezek a vírusok nagyon tudnak terjedni. De ilyenkor nem csak az influenza vírusról magáról mondhatjuk, hogy terjed, hanem terjed sok egyéb más vírus is.
Tehát abban a bizonyos surveillance-ban, ami felméri a vírusoknak a terjedését, abban be van vonva a házi orvosok egy jelentős része, egy reprezentatív tartományt mérnek fel, egy olyan 20%-át a lakosságnak, és figyelik, hogy hányan fordulnak orvoshoz influenza-szerű megbetegedéssel. Természetesen ahhoz, hogy mi azt mondhassuk, hogy influenza-szerű megbetegedés, valami esetet kell meghatározni, hogy mi is az influenza-szerű, és erre megvan egy eset meghatározás, hogy hirtelen kezdődik magas lázzal, és mondjuk két tünet jelentkezik az alábbiak közül, és akkor ezekben benne van olyan, mint elesettség, fáradékonyság, torokfájás, izomfájdalom, stb. Csak hogy arra is kell figyelni, hogy bizony ez az influenza, ez szövődményekkel járhat. És akkor, hogyha valakinek mondjuk nehéz légzése jelentkezik, lekékül, vagy akár olyan jelentkezik, hogy vérköpés, egyebek, mellkasi fájdalom, akkor azért gondolni kell, hogy ez az influenza nem biztos, hogy úgy zajlik, mint normálban kellene. Általában egy 3 nap után már le kéne tudni láztalanodni annak az embernek, aki mondjuk megfertőződött, és az immunrendszer elég jól reagál. De 3 napot kivárni nem minden esetben szabad. Tehát ha azt látjuk, hogy valakinek ilyen súlyos tünetei lesznek, esetleg öntudatlanná válik, vagy nagyon aluszik, akkor nem szabad várni, akkor meg kell keresni a házi orvos minél hamarabb, aki esetleg beutalhat, vagy egyébként beutaló nélkül is megkereshetik a sürgősségi osztályt, ahonnan osztályra helyezik a beteget. Az egy fontos kérdés, hogy elkerülhető lenne a járvány, vagy hogyan lehetne elkerülni a járványt? Egyrészt említette tiszti főorvos asszony, hogy nagyobb átoltottság, másrészt azért a közösségben, nagyobb közösségben való jelenlét, részvétel, illetve a fokozott higiénére való odafigyelés is számít közintézményekben is, iskolákban, óvodákban is, stb. Természetes. Tehát ez nagyon számít, hogy egyáltalán a közösségben lehetőleg ne menjen be valaki betegen. Tehát az a gyereket, hogyha látjuk, hogy már beteg, akkor nem kell minden áron iskolába küldeni. Inkább arra kéne foglalkozni, hogy ha lehet, akkor ne látogassunk sűrű, forgalmas helyeket. Illetőleg ne látogassuk nagyon a betegeket. Tehát az a látogatási tilalom a betegek érdekében van. Mindenki úgy gondolja, hogy de én csak bemennék, mert azért szeretném megfogni a kezét. Csak hogy míg mi esetleg a torkunkon, orrunkon hordozhatjuk a vírusokat, ők mivel jóval esendőbbek, ezért sokkal inkább meg is betegedhetnek a vírusoktól és baktériumoktól is. Reméljük, hogy ezen az időszakon mi hamarabb túl leszünk, hiszen azért még március közepéig is el szokott húzódni ez az időszak. Köszönjük szépen tiszti főorvos asszony, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen én is a meghívást.